Hol vagy, Ezel? Ezel? Sebb nem hoznál fájdalomcsillapítót a recepcióról? Persze, szólok, hogy hozzanak. Nem tudnál inkább te hozni? Jól van. Ha úgy jobb, hozok én. Mindenemet elvették. A családomat. A barátaimat. Mindent elvett tőlem. És én még mindig... Mit akarsz tőlem, Istenem? Miért büntetsz engem, mondd? Itt már nem lehet hibázni. Semmiképp. Nem tudom elfelejteni, Camille. Képtelen vagyok. Bátyám. Isztambul, 1997. Honnan ismerős nekem ez a Jackie? Nem kellett volna otthagyni, mikor elmentél. És rád már amúgy is kicsi. Miért lenne kicsi? Emlékszem, még én vettem neki. Biztos rám gondoltál, amikor vetted Aishan. Nézd! Mintha rám öntötték volna. Én megmaradhatok itt ezzel a csenevésszel. Nem tudhatod, mit hoz a sors. Ne keseredj el, 10 év nagy idő. Még te is nőhetsz. 10 év alatt kihal meg és kimarad. Vajon 10 év múlva? Szerintetek mit fogunk csinálni? Ha? Aishan? Én otthon leszek. A saját házunkban, és várni fogom a férjemet. Egyszer csak nyílik a szobaajtó. De nem Ömer lesz ott, hanem a fiam. A fiunk. Apa hazajött már, kérdezi majd. Akkor most én. Kint vagyok a tengeren. A hajóval, amit mondtam. A 22 méteressel. Gyönyörű. Csillogó. Éppen bontok egy sört, ha? Akkor viszont már én is ott leszek. És te, Ömer, te hogy képzeled? Ömer ezt soha nem felejtette el. Arról álmodtak, hogy együtt lesznek gazdagok, lesznek gyerekeik, együtt fognak megöregedni. Semmi nem valósult meg abból, amit akkor álmodott. De az volt az utolsó nap az életében, amikor boldog volt. Most kiderült. Egyértelműen. Engem itt senki nem szeret. Úgyhogy én elmegyek rablónak. Gangster leszek. Jaj már. Kicsit megszorongatnak, és 2 nap múlva már jössz is haza. Jaj, Ali bátyám, ments meg, segíts rajtam, te! Ilyen bénának nézel. Azt hiszed, nem tudom a saját életemet megoldani. Csengész? Adjátok, megint szinten van a srác. Ne csináld ezt, ne roncsd el a kedvünket. Te ne csináld, haver! Én keresztapa vagyok. Gangster! Tiszteletet várok! A rohadt életbe. Ez meg hogy került hozzád?
Ha tudnád, mik vannak még nálam, el sem hinnéd. Na, add ide szépen! Hajt! Mit erősködsz? A nagy fogós, Ali! Ugye? Mintha most nem lenne akkora a szád. Ott leszek én is veled azon a hajón. Kérlek, add ide a fegyvert. Nehogy adom, minek? Hogyha te is elmész innen, mit csinálok majd itt egyedül? Írjam ki magam? Ssss, Jenkins! Vagy inkább őt? Végül is minden az ő hibája. Ez állt kezünk. Azelőtt a testvérem voltál. Most is az vagyok. De hogy vagy? Ma már ő érte halnál meg. Érted is meghalnék. Meghalna, persze. S miért is? Hagynál te engem úgy, ahogy vagyok. Tudod, hogy szeretlek, Jenkins. Hát most már nem igazán. Biztos, hogy engem szeretsz? Nem azt, hogy mindig kihúzol a bajból? Na jó, ne hülyeskedj. Add azt ide. Dehogy szeretsz te engem? Csak arra kellek, hogy felnézzek rád. Nem igaz, Ali? És a srác most is a legnagyobb sztár. Nem? Hadd vegyem el tőled ezt a fegyvert. Jól gondold meg, cimbora. Még a végén bajod lesz. Sötét van. A nénéd lefeküdt. Azért van sötét, mert elment. A barátainál alszik ma éjjel. Holnap lehet, hogy átjövünk. Hogyha... Addig én bele is halok a türelmetlenségbe. Nem kellene. Mert ha összeházasodunk, együtt kell élnünk. Szeretlek. Eddig azt mondtad, nem szeretsz. Most szeretlek, mert a hősöm voltál. Én viszont mindig szeretlek, Aishan. Őrülten. Annyira, hogy a szívem is belefájdul. Ömer? Maradj. Biztos, hogy ezt akarod? Nem tudok várni holnapig. Mi van, ha soha többé nem láthatjuk egymást? Ma éjjel a tiéd akarok lenni. Thank you.
nagyon szeretlek, Aishan. Én is nagyon szeretlek. Sosem foglak elfelejteni, Ömer. Aishan. Ciprus 2009. Mennyit aludtam? Jó, ha egy fél órát ezel. A játék már megy? Az imént kerestek. Egy kicsit még várnak. Na, mi legyen? Beszállunk.